Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a szerb katonaság a helikopter szerencsétlenséggel kapcsolatban. A vezérkari főnök szerint a katonák eddig életek ezreit mentették ki hóviharokból, tüzekből és áradásokból. Sajnos most nem sikerült megmenteni a gyermek életét. Saját életüket adták a baba megmentéséért, mondta Ljubisa Díkovics. A vezérkari főnök közölte, kettő bizottságot hoztak létre. Az egyiknek szerdáig kell megállapítania, hogy ki a felelős az esetért. A másik technikai szakemberekből álló csapatnak pedig március 30-áig kell jelentést tennie arról, hogy műszakilag minden rendben volt-e a géppel. Da se to lako može utvrditi, neki delovi moraju ići na ekspertize, nećemo žuriti, ali do istine nećemo doći. Predrag Bandić dandárparancsnok szerint a helikopter gond nélkül érkezett meg Raskába, ahol felvették a csecsemőt. Mladenovácik sima útja volt az egységnek, utána romlottak meg az időjárási feltételek. Úgy döntöttek, hogy a belgrádi Nikola Tesla reptérre menjen a helikopter. A gép 22 óra 15 perckor kétszer próbált landolni, de nem sikerült nekik, mert nem volt megfelelő a látótávolság. Ezután 22 óra 31 perckor szakadt meg a kapcsolat a torony és a pilóta között. Az Mi-17-es szállító helikopterekből összesen két darab állt a katonaság rendelkezésére. Ezeket eredetileg a Szovjetunió hadseregének gyártották 1989-ben és 1991-ben. A gépet a szerb katonaság meteorológiai radarral is felszerelte, minden navigációs eszköz is a legénység rendelkezésére állt. Az illetékesek szerint a gép teljesen fel volt készítve a feladat végrehajtására, amikor felszállt. A meteoszituáció nem volt nepovoljna. Da je bila nepovoljna, ne bi bilo izvršenja zadatka. Meteo situacija je bila složena, ali je bila složena toliko da se u njoj mogu bez problema snaći piloti sa takvom opremom i sa takvim nivom osposobljenosti. Legutóbb 1996-ban zuhant le egy ilyen típusú helikopter. Megbízhatónak számít, átlagosan 290 óra repülés után jelentkezik valamilyen technikai meghibásodás. Az elhunyt pilóta 4000 órát repült szállító helikopterrel.